Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: ha nem szereted a gombát, miért főzöl belőle gombalevest? Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve Udemyn is van oktatóanyagom. Ezt azért gondoltam nektek ezt a videót, mert legtöbb ember sajnos így él, tehát én konkrétan nem szeretem a gombát, én akkor max kidobom a gombát, vagy neki ajándékozom valakinek, de nem főzök belőle gombalevest, és ezt értsed most az életedre sok esetben, hogy találkozok olyan vállalkozókkal, akik hát 25 éve vállalkozók, és gyakorlatilag most már utálják azt, amit csinálnak. És ez nagyon-nagyon rossz lehet egyébként, hogy annyi idősek, mint én, és nem az, hogy tele lenne tűzzel, és élvezhetni az előnyeit a vállalkozásának, amit eddig felépített, hanem gyakorlatilag nem szeretik. Tehát azon vannak, hogy inkább megszüntetném, de hát ugye kell a bevétel, akkor mit csinálok, akkor viszem tovább kényszerűségből. Tehát ezzel az erővel egyébként majdhogy nem lehetnél alkalmazott is. Nincsen vele egyébként baj, hogyha valaki ezt szereti, ott legalább nincs felelősség, nincs semmi. Tehát egy könnyebb élet egyébként, mint egy szerintem megcsömörlött vállalkozó élet, mert tehát az nem vezet sehova, jó? Tehát ezt tudom neked javasolni, hogyha nem szeretem a gombát, akkor nem csinálj belőle gombalevest, hát hogyha az finomabb lesz, és akkor majd az megoldja a problémámat, nem fogja, azt elárulom, jó? Én azt mondom, hogy ha már korombeliek vagytok, vagy esetleg fiatalabbak, tényleg minél gyorsabban döntsed el, hogy mi az, ami örömöt okoz neked, mert csak azok a cégvezetők, vállalkozók viszik igazán sokra, és ezt nézzél körül, amikor előadást tartanak például erről, kivétel nélkül mindegyik örömmel csinálja azt, amit csinál. Nincsen nyugdíjterv, nem is gondolkodik abban, hogy ő valaha elmegy nyugdíjba, fel sem merül benne, és pontosan azért, mert örömmel csinál azt, amit csinál. És ha szereti a gombát, abból a szívesen főz gombalevest, ha viszont nem, akkor azt ott hagyja. Úgyhogy remélem, hogy ez ilyen szempontból gondoltam tanulságosabb videónak talán, hogy ezt vizsgáld felül egy picit, hogy azt, amit te csinálsz, örömet okoz-e, ha nem. Nem azt mondtam, hogy dobd el, azt viszont igen, hogy igenis vizsgáld fel, hogy mi az, ami örömet okoz benne, vagy ami régen örömet okozott benne. Mert biztos, hogy amikor te régen elkezdtél mondjuk vállalkozni, hogy akkor örömmel is tűzzel csináltad, és alig vártad, hogy csinálhass, és tök jó volt, hogy mi volt az. Ami mellett az élet esetleg elvitt, elsiklottál, stb., hogy néha egy kicsit hátrébb kell igenis vonulnunk, és hát talán mondhatom azt, hogy visszatérni az alapokhoz. És akkor tudsz, ha mondhatok ilyet, egyről a háromra jutni, de csak akkor, hogyha ezt örömmel csinálod. Anélkül hidd el nekem, hogy az a gomba, az, akármilyen gomba, az mérges gomba lesz a végén neked, jó? De nem ez a cél. Mert akkor mi a fenének élsz, jó? És ezért kell ingatlanokat venni. Mert azzal viszont nagyon könnyű egyébként eljutni, hogy azt tényleg lehet örömmel csinálni. Nyilván egy építési vállalkozó nem biztos, hogy örömmel csinálja, de amikor magadnak csinálod és szeded a hasznait, gyerekek, az öröm. És azt mondom neked, hogy ha valaha az életben egy picit is sikeresebb leszel, biztos vagyok benne, hogy el fogsz jutni az ingatlanig, és akár el fogsz jutni hozzám is. Úgyhogy várlak. Remélem tetszett a videó, úgyhogy lájkolj. Szia!